jött a Korda Erik féle sztori, és a Korda Erik megkérdezte, hogy ő ült be helyettem a Szent Györgyi Gabi mellé navigálni a tereprali autóba, de a következő évben kitalálta magának, hogy már pedig ő most a tereprali versenyző lesz, de ki fog neki navigálni, hogy navigálnék-e neki. Azért tudod, az úgy voltam egy idő után már, hogy félrejtető lesz a mondat, hogy már azért boldog-boldogtalannal azért már este én már annyit, mint estünk-keltünk, itt fájt, ott fájt, hagyjuk már a hülyeségünket. Pedig akkor még csak ilyen 30x éves voltam, tehát nem kellett volna ezen gondolkodni, sőt 30 környékén, hogy akkor még azt hittem, hogy ha kitépjük a kezemet, visszanő. És ő csinálni akart egy műhelyt is magának, mondván, hogy ő nem fizet azért, hogy az ő autóját felkészítsék itt és itt és itt és itt, hanem majd ő csinál egy műhelyt magának, mert az úgy olcsóbb lesz. Próbáltuk neki mondani, hogy nem, de ő kötötte az ebet a karóhoz. Tudjuk, hogy miért, sejtem most már, hogy miért is. És akkor a Csepel a Tomi, mindenki által ismert Csepel a Tomi, az Erik és én elkezdtünk építeni nulláról egy műhelyt, úgyhogy egy csillagvilás kulcsunk nem volt. És akkor én navigáltam neki terepraliban, a Benyó Mikitől béreltünk egy Mitsubishi Pajero-t először, az rögtön fölborultunk úgy, ahogy illik. És az Erik közben kitalálta magának, hogy ő szeretne, ja meg hát a Tomival mi arra próbáltuk rávenni, hogy Subaru alapokra építsünk valamit, mert szerintünk, Tomi is, meg én is szerintem azt valljuk, a mai napig azt vallom, hogy az autó versenyautók alfája, omegája, az igazi jó versenyautók alfája, omegája a Subaru. Nem azért, mert ezt megint nehéz lesz megfogalmazni, ha alá mész egy Subaru VRC vagy egy ás Subaru alá, és körülnézel alatta, akkor rájössz arra, hogy lehet ezt úgy is csinálni, hogy olyan egyszerű, mint a kavics, és mégis borzasztó jól használható, és nagyon gyors autót lehet építeni. Nem kell ezt bonyolítani multilink hátsó futóművel, ilyen innen csatolt lengőkar, onnan lengőkar, ilyen felfüggesztés. Minek? Amikor ott volt az ás Legacy, utána Impreza, majd az első egy-két Subaru VRC, és szemnem maradt szárazon, olyan jól szépen lehetett vele autózni. Biztos, hogy lassabban, mint mostani Rally 1-es autókkal, nehogy eltévesszük, vagy a későbbi VRC-kkel, ez kétségtelen tény, viszont egy borzasztó jó, ütésálló, strapabíró, jó autó volt. Nézők viszont úgy imádták, ahogy azt imádni lehetett abban az időben. És akkor Tomi is szerette a Subarut, én is szerettem a Subarut. Egyszerű is volt, még az utcai autó is relatív egyszerű autó. És akkor építsünk Subaruból tereprali autót, az akkori szabályoknak megfelelően turbós motor is lehetett, pedig aztán nagyon akarták, hogy ne lehessen. A súly, köpcentéhez viszonyított súly, akkor kitalálták, hogy túl könnyű. Nem volt könnyű, pontosan még kicsit nehezebb is volt, mint ami lehetett. És akkor az Erik vett egy vadonatúj Subaru Forestert, és mi abból építettünk egy először rendes alapokra egy tereprali autót, majd az Erik vásárolt egy komplett a hajtásláncot, egy ás Impreza hajtásláncot, és azt építettük alá a Forester alá, ami, ha mai tereprali, magyar tereprallikat veszük alapul, akkor egy ütőképes autó lehetett volna, de hát nem folyóátkelésre, meg nem amilyen pályákat, hogy ha már mikor megtudták, hogy az Eriknek ez az autója mire képes, akkor olyan pályákat írtak ki, amit képtelenség volt teljesíteni vele, mert olyan ugye terepszögek nem voltak jók, meg túl volt, hosszú túlnyúlása volt. A turbós benzines motor azért nem volt túl boldog, amikor így az ég alá el kellett menni hatodik, ordító hatodikkal, és akkor sokszor volt probléma, motor probléma is. A lengés csillapítók azok nem ehhez voltak fejlesztve és kitalálva, hogy ilyen igénybevételt kapjanak. Egyébként azt hibáztuk el, hogy szerintem, hogy a futómű geometriája nem volt az igazi, és azért szakadtak el a lengés csillapítók. Mindig mindegy, féltengelyek is nehezen tűrték ezt az eltekert kormánnyal a sárban. 400, visszafelé kellett tuningolni a motort, mert nem használtunk szűkítőt. Volt rajta egy marha turbó, annyi levegő ment bele, amennyi akart,
és azon megtöltöttük azt a szerencsétlen boxer motort, visszafelé kellett, el kellett venni belőle erőt, mert olyan ötödik, hatodikban is forogtak alatt a kerekek, ha aszfalton mentél vele. Hát borzasztó erős volt. Erősebb volt, mint a BRC. És akkor volt a műhelyünk, akkor átbent az a huszkarnás, talán még emlékeztek erre a dizájnra, a huszkarnás VRC, ami az egyik legszebb olyan S5-ös, S6-os VRC volt, és mellette a huszkarnás Forester. És gyakorlatilag kisebb-nagyobb eltérésekkel, de egyforma technika volt alatta, mert ugyanaz a mechanikus váltó volt a Forester alatt, ugyanaz a diffi volt a Forester alatt, kicsit szélesebb futómű volt, más futómű geometria volt a VRC alatt, de alapvetően a tézis az ugyanaz volt, a motor volt más. Váltig állítom, hogy a VRC-nek a motorja gyengébb volt lóerőre, mint a Foresteré. Ezzel a VRC-vel versenyeztetek ilyenekkel 2002-ben, amikor az egy 98-as fejlesztésű VRC volt. Aki nem emlékszik arra az időszakra, azért azt tudni kell, hogy a VRC-knél egy-két év is már óriási különbséget hozott. Itt meg azért már egy ilyen 4 évvel le volt maradva ez a ti VRC-tek a többihez képest. Tehát a VRC volt ugyan nagyon jó autó volt, imádtuk, de nem a legütőképesebb kocsi volt már akkor a mezőnyben. Nem, messze nem. Viszont akkor a magyar bajnokság az olyan bajnokság volt, hogy ha mi arra mentünk volna, hogy magyar bajnokságot akarunk nyerni, de hát szó nem volt róla, mert ugye Zömében, most ehhez tudnom kellene az akkori naptárat, de szerintem Veszprém Rally volt, ami Murva volt, az kétségtelen. Esztergom talán Murva volt még, és itt vége is van, az összes többi szerintem aszfaltos verseny volt ugyanúgy, mint a mostanában is, hogy nagyon kevés a Murva. És az Eriknek inkább a Murva feküdt volna. Szombathely volt még akkor még, bocsánat, igen, vagy akkoriban, most egyet pont abban az évben volt ennek, vagy nem. Tehát Eriknek a Murva az jobban ment volna, mert ott ugye szabadabb egy kicsit a játék, a csúszkálunk ide, csúszkálunk oda, majd valami lesz. Aszfalton pontosabban kellett volna menni, pláne ezzel a VRC-vel, ahhoz viszont nem volt elég tapasztalat az Eriknek. Félre ne értsük egymást, nem azt mondom, hogy nincs elég jó keze hozzá, de egyrészt nem időben kezdte ő sem el az autósportot, mert ezt lássuk be, ezt fiatalon kell elkezdeni, itt az élő példa a Rovanperra, és azon kívül az aszfalton való gyorsan autózás az egy egész más kávéház, mint hogyha a terepről autóval lebegünk ötödik, hatodikban, el az ég alá, és akkor majd ott elfordulunk egy derékszöget. Szólok, elfordultuk, megyünk megint, ameddig a szem ellát. De jókat játszottunk, az kétségtelen tény, mi nem akartunk bajnokságot nyerni. Tudtuk, hogy nem is vagyunk rá alkalmasak, de abban az időben például a Szabó Gergő is még egy Corolla VRC-vel ment, azt hiszem az Angya Fikarcsinak hasonló VRC-je volt, vagy akkor már hozta 2002-est, nem tudom. Pontosan. Voltak ehhez hasonló autók, igen. És azt mondom neked, hogy ha ebbe egy eltökélt olyan versenyző ül, mondjuk, mit tudom én, abban az időben van pénze a Kisferinek, van egy szponzori háttere, akkor a Kisferi az még oda-oda csördített volna ezzel az autóval, nagyon is az élmezőnyben. Ezt azért mondom, mert a Mecsek Rally előtt itt teszteltünk, ez sem jó szó, nem teszteltünk így most már a mai fejjel, hanem itt vettük egy-két kört az autóval, legalább az illatát megint megérezzük, milyen olyan, amikor pukósak van rajtunk. És az Feri beült abba az autóba, és én ültem bennette jobb egyben, és lementünk a 70 helyi gyorsági szakasznak a Bakonyai Erdészháztól le 70 helyig. Azt ott nagyjából lezárattuk egy picit így havarokkal, és följött vele a Feri. Hát egyrészt rájöttem, hogy a mi itinerünk az annak köze nincs ahhoz, amiről itt szó van, mert az Erik az fokozatra írta a kanyarokat, és a 6-os volt ugye a leggyengébb kanyara, az 1 az volt a legszűkebb kanyar, és a Feri összesen szerintem 3 helyen, hogyha visszakapcsolt 6-odikból, ott fölfelé jövet. És mondom, hát ha én véletlenül átírnám így ezt az itinert, akkor a térképet átrajzoljuk hónap után itt a versenyen, de nagyon nagy baj lesz, baszki, mert itt minden kanyar 6-odikos, ne szórakozzunk már. És úgy fölment 6-odikba,
olyan helyeken, hogy nem hittem a szememnek, és azt mondta, apám, ez az autó, ez sokkal erősebb, mint amivel én mentem annak idején, amikor ő nyerte a bajnokságot. És nem csak, hogy erősebb, hanem a szerkezetileg az autó, az tényleg egy annyira jó állapotban levő, nagyon szép, nagyon jó autó volt, hogy ott, ami oda volt csavarozva, az ott volt. Tehát az ottban nem volt ez a kicseknés nyuklás, amikor már fárad egy autó, akkor tudod, minden alkatrésze külön mozog, ki tudod adni a menetlevelet, ha nem jutott ki az ajtót, akkor is tudod, meg, stb. Vannak ilyen ismérvek az autón. Ez az autó egy nagyon jó kis autó volt, és mondta Feri, hogy hallod, ő még ilyen jó autóval nem ment. Nagyon bitang jól lehetne beleautózni. Hát ahogy az a bolond meg fölment itt, már elnézést a kifejezésért, de ahogy ott fölközlekedett, hát valószínű potenciálisan alkalmas is lett volna ő arra, hogy akár nyerjen is. Az autóval nem volt semmi baj, hanem az volt, hogy mondom, elvezette az Erik, meg tényleg. De ezt meg is beszéltük szerintem annak idején, hogy tempós részeket nem vállalunk el, mert nem meghalni jöttünk ide, hanem jól érezni magunkat. És ez például itt a Mecsek Rallyn később végbe be is bizonyosodott, amikor sírva röhögtünk a végén már, mert kiesett a szélvédőnk, akkor persze mikor kezd el esni az eső, amikor nincsen szélvédőd, és még egy gyors segít le kell küzdeni, akkor a szervizparkból ugye ki kéne jönni, de szervizparkból csak szélvédővel jöhetsz ki, ez az, amire utaltál is egy pillanatra, hogy miből csinálunk szélvédőt, fallpunkból, akkor utána, hogy az félvédő vagy nem szélvédő, de azért ne szaladjunk ennyire előre. Tehát szélvédőnél kijöttek ki a szervizparkból, ja. És még egy gyorsasági volt. Igen, egy, hátra, árpad, hogy, egy orfű árpadtető. Hogy utána azért lehet valamit orvosolni az autón, és hát ilyen Subaru szélvédőt azért nem nagyon lehet találni. Nem. És ez ráadásul valamilyen kihelyezett szervizpark volt talán. Igen, nem is a nagy szervizpark volt. Nem. Ott gyorsan meg kell oldani a szélvédőt, hát ilyenkor több lehetőség van. Vagy kikapsz egy szélvédőt egy utcai autóból, ami szintén nagyon volt ott. Ráadásul nem pont. Meg kiéből tulajdonos. Meg Subaru. És ráadásul az meg ugye ragasztva is van, tehát nem így is van. Lehet olyan egyszerűen kipattintani belőle a szélvédőt, mint mondjuk egy Zsiguliból. Így van. Meg hát mondjuk a Zsiguli beleesik, tudod, mert annyira nagyobb a bódé. Az meg igen beleesik, tehát igen. Akkor hogyan oldod meg? Hát ezt úgy, ez vicces sztori volt, mert óriás, megint ilyen, nem biztos, jó szó a szerencse, de félig meddig igen. A fiaim leköltöztek Orfűre akkor az édesanyjukkal, és Orfűn volt az a kihelyezett szervizpark, az orfűi parkolóban, a kemping, vagy mindegy. És oda értünk, és az érdi Tibiék ugye akkor ugyanilyen autóval mentek, csak nem ugyanilyennel, hanem a 2000-es kiadásúval, mert szekvenciális váltó, nagyobb motor, meg aktív, nem aktív, de hát lehet, hogy már kicsit aktív is. Igen, már volt benne elektromosan állítható differenciál, ami abban az autóban már, a 99-ben is, azt hiszem. A lényeg, hogy abban bíztunk, hogy a Tibiéknél lesz majd szélvédő, nem volt, illetve volt, csak itt lent a plázánál levő szervizparkban, ami nem túl jó, mert a szervizparkból kimenni csak épp autóval, ugye. Ha, és akkor mindenen gondolkodtunk tényleg, de jöttem, mentem, nézegettem szervizbuszunkat, abból se lehetett kiszedni sehonnan. Nem, de mondom, mit csináljunk? Hát, és a fiaim iskolatársa, vagy barátja, szomszéd, nem tudom, kisrác, hogy tényleg én vagyok-e a fiam apukája, meg így, meg úgy, igen, aláírnám el neki ezt a képet, mondom, persze, hogy aláírnám szívesen, csak mondom, kisebb gondom is nagyobb annál, hogy aláírjak neked. És akkor mondja, hogy mi vagyunk itt a büfések. Anyukám, mi a büfé, hogy kérünk-e valamit? Hogynek? Ha mondom, ti büfések vagytok, akkor van nálatok valószínű folpak. Van anyukádnál? Biztos, hogy van folpak. És óriás mázli, ugye, hogy nekik ez a, nem az a háztartási folpakjuk volt, hanem ez az éttermi kivitel, vagy mit tudom én, minek ne vendéglátós kivitel. Hoztak ilyen folpakot, letekertük az ablakot, körbetekertük az első szélvédő helyét annyi folpakkal, hogy befedje mindenütt. Ráadásul a Subarunak ugye nincsen ablakkerete. Nincsen ablakkerete, igen. Mármint az ajtónak. És akkor még ott egy hülyeséget is elkövettem, mert gondolkodhattam volna egy kicsit tovább is, de hát örültem, hogy egy problémát megoldottunk, azt betekertem folpakkal, az Erik nézett rám, hogy mit csinálunk, hát mondom, ember, ki kell menni innen. És utána már még azért két helyen még magyarázkodni kell ugye ezzel, mert ez azért, lássuk be, ez nem szélvédő, de hát
Én akkor kötöttem az evet a karóhoz, hogy a szél itt nem jön be. Az igaz, hogy kettővel lehetett menni vele, vagy gyökkettővel, hogy ne szakadjon be, de nem jön be a szél, és szélvédő. A kifelé menet az időelemző állomásnál a bíró, a service park manager, ha úgy tetszik, ma az a neve, kérdezte, hogy hát ez mi? Mondom, minek néz ki? Ezt ne szórakozzál már. Te ne szórakozzál, mondom, engedj már el, lent a plázánál ott van egy szélvédő, be fogjuk rakni, még azt az egy kört, ami vissza van, meg tudjuk oldani, ne szórakozzál velünk. Hát figyelj, azt mondja, én kiengedlek innen, ha a gyorsági bíró, vezető bíró elenged, akkor átmehetsz, ha nem enged el, akkor így jártál. Mondom, oké, egyre közelebb vagyunk a megoldáshoz, hadd menjünk. És akkor mondtam az Eriknek, hogy mondom, lépésbe légy szíves, menj el a gyorsági szakasz rajtjáig, ami orfű kivezető táblánál volt. És akkor ott még, hát ott ugye megkezdődött előről, ez mi? Na, ne kezd már te is, szélvédő. De hogy ne hülyítsük már meg, hát nem hülyítelek meg, mondom, figyelj, ugyanaz a sztori. Lent a plázánál, ott a szélvédőnk. Hadd vergődjünk már el odáig. És akkor jó fejek voltak tulajdonképpen a vezetőbíró, mert mondta, hogy figyelj, hát menjetek. Végül is szélvédő. És akkor még az Erik ezen jót röhögtünk, azt kérdezte, hogy figyelj, akkor most óvatosan rajtolja kellene, hogy beszakadjon. Dehogy is, ember, hát mondom, nem látunk egy szót se. Hát a folpakon csak satszósz, nem látsz. Mondom, látsz valamit? Nem. Hát mondom, akkor rajtolj el, hogy elérjem, hogy le tudjam tépni. Mert a VRC-ben akármilyen magas vagyok, annyira hátul ültem, hogy még a műszerfalat sem nagyon értem el. És akkor ahogy elrajtolt, a szél benyomta a folpakotokra, elértem, és akkor elkezdtem letépkedni előle. És akkor ott az első pár kanyar, ugye az ilyen majdnem ilyen balhat, jobbhat, ilyen visszafordító közömében, ilyen lassú kanyarok. És mondom, figyelj, öcsém, egy esélyünk van. Színezzed, ahogy tudod, mondom, mert itt rengeteg néző van egyrészt, másrészt innen nem fogunk tudni gyorsan menni, és akkor esett le a 20 fillére, hogy mekkora hülye vagyok, hogy nem vettem ki a két hátsó oldalablakot, hogy legalább ez az ejtőernyő hatás ne lett volna meg, hát itt fölfújt a szél a szerencsétlen autót. És akkor, na mindegy. De olyannyira fel tudja fújni, hogy sem emelje a hátulját. Hát volt is olyan érzés, amikor így ilyen tempósabb kanyarban, hát ne, ugye nem, mondjuk fölkapcsolt hatodikig, és úgy mentünk fölfelé, és úgy fölfelé próbált sietni, amennyire tudott. Hogy ez így, ember, mondom, hát igen, az benne maradt az ablak, az volt a probléma, hogy ilyen fura érzés volt. Murphy törvény elkezdett esni az eső, ugye, és életemben nem léptem rá az ablak mosógombra, ok nélkül. És akkor csak azt kiabált, Peti, engedd már el, mondom, mit? És néztem oldalra, és akkor vettem észre, hogy én fejem fölött elspriccelt, ugye, mert mélyen ültem, de ő telibe, és hiába volt rajta a napszemüveg, engedd már el! Onnan világ vége volt, akkor próbáltam nem végrörögni a dolgot, mert végig csak találjunk már le valahogy, mert én otthon vagyok, az utolsó kanyart is ismerem, de Erik nem. Mindegyikor levergődtünk, ember, megfagyok. És akkor még onnan le kellett vergődni a plázáig, hát hideg volt, esett, tényleg. Akkor minden bánat baja volt, aki kitépte a lapokat az itinerből a szél, de hát ott még volt egy kör. Mondom, ó, szemekem, mondom, csak nehogy kifújja valahol a húzatot, mert mondom, legalább meglegyen. Akkor majd valamit csinálok vele. Olyan nincs, hogy nem. Jaj, ez egy igazi bőrlexpőn volt. Akkor ott lent kaptunk egy ilyen tartalék, nem szélvédőt, mert akkor is plexit raktunk bele. De legalább az volt. A szélvédő formára volt rá. Így van. És ez volt annyira flexibilis, hogy be tudtuk oda hajlogatni. Hát a Tibinek az volt a tartaléka egyébként. És közben már jöttek, úton voltak Pestről egy szélvédővel, egy normális szélvédővel, amit az esti szervizben beragasztottak a srácok. Azzal nem is volt gond, ugyan körbe tépezték, aztán jó is volt, másnap végig tudtunk menni vele. De akkor is az volt az első gyorson. Az Eriknek volt egy ilyen, nem tudom miért, de ilyen mumusa volt a sztori, hogy az első egy-két kanyarban mindig valamit belehibázott a dologba. És úgy kezdődött, hogy a plázánál volt egy prológ, és a rajttól rögtön el kellett, 5 méterre el kellett kanyarodni derékszögbe. És mondom, hogy Erik,
egy dolgot ne csináljunk, ne menjünk neki a patkának, ne üssünk ki futóműt alóla, mert az vérciki, meg hát nem biztos, hogy van annyi motyó nálunk, hogyha ezt így folytatjuk, akkor ki fogunk fogyni a lengőkarokból. Oké. És álltunk a rajtnál, 5-4-3-2 rajt, bum, és jobb két kerékkel ezen a marha magas patkán úgy átmentünk, mint a szél. Úgy, majdnem fölborított bennünket, te. Nem arról beszéltünk, nem menjünk neki a patkának. Baszd meg. Mindegy, ott leszínezgette, és másnap az első normális gyorson rajt, az Bakonyai Erdészház volt rajt, és le kellett mennünk 70-re, ott esett ki a szélvédőnk, mindjárt az első gyorson, az első normálison. Figyelj, Erik, elrajtolunk, szemben ott az a millió néző. Ne foglalkozz vele, nehogy meghúzza a kéziféket, csak forduljunk be oda. Az egy derékszögű jobbos, rákanyarodunk a gyorsági szakaszra, éljük túl. Jó, megbeszéltük meg. Oké, odaértünk, elkezdett visszakapcsolgatni, meghúzta a kéziféket egy kicsit korán, pif a jobb oldali bokorba, belső éve bementünk a bokorba, kijöttünk a bokorból, mondom, hát remélem senki nem volt ott, akkor gáz, menjünk tovább. Na jó, balfaságon túl vagyunk, azon most már itt nagy baj nem lehet, és akkor lejjebb ott nyárás völgyön becsúsztunk az árokba, és ott esett ki a szélvédőnk, azt a mai napig nem értem, hogy hogyan, mert nem volt semmi, egy ártatlan sztori volt az egész. Mai napig minden évben felmerül egyszer-kétszer, vagy felbukkan az interneten az, amikor kiesik a szélvédőnk, és én nem kérem, mert az túlzás, nem volt, hogy adják vissza az ablakot, és akkor beadnak egy ilyen iskolatáskát, talán látta néhány ember ezt a sztorit, hogy azt, hogy honnan jött az a sztori. Na mindegy, de csak... Ami nem a tiétek volt egyébként. Nem, abszolút nem a mi táskánk volt, és akkor ezt próbáltam lebeszélni, és rázott, hogy nem a miénk. Csak az ablakot adja már oda. Már egy VFC nyergében rajtolt. Természetesen ez csak az ismerkedés szolgálta az új technikával. Bal három, szoros! Rajta egy jobb négy! Fog! Adj ide az ablakot! Az ablakot adj ide! Ablakot! Az ablakot add már ide! Ez nem a miénk, ember! Nem jó, törött. Hagyd, vidd, visszaragasztjuk! Visszaragasztjuk! De aztán nem sikerült kivinnünk épségben a szélvédőt, mert félbehajlott, és akkor ki kellett dobni. De az volt, meg volt repedve, de meg voltam győződve róla, hogyha sikerül tartanom a gyorsasági hátra levő részében, és leérünk a beíróig, akkor megoldunk mindent. És akkor duct tape valakinél csak lesz, vagy bármi, és visszaragasztom én ezt a törött szélvédőt, még mindig jobb, mint szélvédő nélkül menni. Csak félbehajlott, mert jöttek mögöttünk autók, és akkor olyan lassan mentünk, hogy ne törjön el a szélvédő. Az elég lehúzódott az út szélére, és belementünk egy gödörbe, és ahogy belement a gödörbe az autó, hogy egyet döccent, és félbehajlott az ablak, és akkor onnantól már nem volt értelme cipelni magunkkal, akkor kidobtam az út az árok szélére. Ilyen kalandokban mindig volt részünk, meg a Csatos Pistit majdnem elütöttük egyszer mindjárt Budapest Rallyn, az volt az első versenyünk. Ott is meglátott valami nézőt, vagy nem tudom, és most meghúzva, már forogtunk is, azt sem tudtuk, honnan jöttünk. No, ember, mit csinálsz? De van is ilyen fénykép, hogy ott az egész Csatos ott szalad az életéért.